A mai portréban Juhász Annához látogatunk el, akit az irodalomrajongóknak bizonyára nem kell bemutatnunk. 2010-ben megalapította a Hadik Irodalmi Szalont, amelyel nagyon korán a magyar irodalmi élet kulcs szereplőjévé vált. Ember Anna még nagyon fiatal, lenyűgöző gazdag életpályája sokak számára lehet ismerős, hiszen olyan sikkesen, elegánsan mutatja be a hazai és sok esetben a nemzetközi irodalom remekeit, alkotókat, művészek, Különböző társművészetekkel vegyítve, hogy a hazai kulturális élet megkerülhetetlen egyéniségévé vált. Nagy büszkeség és fontos momentum a kultúrecept életében, hogy hamarosan egy közös és mondhatni grandiózus projektbe kezdünk Juhász Annával, De erről meséljen ő maga. Ez itt a kultúrecept, recept, életreceptek művésemberektől, életművészektől, az életben boldogulás művészetéről. Tartsatok velünk! Nagyon büszke vagyok, hogy élőben láthatom ezt a bizonyos híres könyves polcot, ami helyszín volt és, és helyszínéről szolgált, vagy díszletéről szolgált. Ezeknek a bizonyos covid -os beszélgetéseknek. beszélgetéseknek. Meg, bejelentkezéseknek. Köszi Ági, hogy eljöttetek hozzám. Örülök, hogy itt vagy, meg hogy egyetlen fontos, fontos az, ami nekem is fontos. Egyre inkább jövök rá arra, hogy hogy nagyon sokáig én egyes számba beszéltem a küldetésemről, amikor elkezdtem irodalommal foglalkozni, hogy nekem ez mennyire fontos, hogy így behívjam az embereket arra, hogy olvasni mennyire jó. És azért az elmúlt lassan 15 évben, amióta ezzel foglalkozom, hogy észrevettem, hogy ez már olyan sokunknak a közös ügye, és most már nem az, hogy lehet beszélni irodalomról, hanem bárhová megyek, az első, hogy diákok, irodalomórán, idősebbek, mi generációnk beliek könyvekről, meg olvasásról beszélnek, meg ilyen könyvhalmokról, meg azt fotózzák, szóval, hogy így benne van már a, a, nem tudom, hogy a közbeszédben, meg az életünkben, és ez szerintem nagyon-nagyon jó. Én ez a szoba, ez rengeteg mindent látott, ugye a nagymamámnak a lakásában vagyunk, ő lakott itt, anyukám itt nőtt föl, nagynéné minden indult a házasságába, anyukám is innen ment férhez, és gyerekkoromban nagyon sokat voltam itt, és ez most egy ilyen világos könyvekkel teli, világos bútorokkal teli szoba, az úgymond nagyszoba. Amikor én pici voltam, akkor ilyen barna igazi csavart, régi üveges, én üveges kolóniál voltak, és azokon sorakoztak a nagymamámnak a, a Márai, meg Pasút, meg Szabó Magda, meg hát a kedvenc könyvei és mindig úgy éreztem, hogy, hogy annyira szeretném, ha még több fény lenne ebbe a lakásba, de hogy soha hova nem szeretnék innen költözni, úgyhogy igazából így is lehet, hogy ide költöztem 2005-ben, és, és, amikor a férjemmel megismerkedtünk, akkor, akkor ezt, a, ezt a világosságot behoztuk, de nagyon sok minden megmaradt a nagyiból, úgyhogy ez valahogy ilyen. Így a, ez a génius lóci, amit annyira szeretek, ez a helyszállam, ezt szerintem megvan, biztos ez is érződött a videókon. Ez 100 és már beszéltünk róla egy kicsit az, az előbb is kamerán kívül, de most elmondhatjuk azt, hogy nálad aztán tényleg a régi és a modern egyesülése. Azt gondolom, hogy ez lehetne is akár ennek az egész beszélgetésnek úgymond a vezérfonala, hogy egyszerre képviseled az értéket, akár az irodalom szempontjából, akár a megjelenés, akár az, ahogy kommunikálsz emberekkel, de mégis ezt valahogy tudod annyira modern köntösbe öltöztetni, amilyen te magad is vagy. Igen, meg én azt gondolom, hogy ha, ha nagyon elmélyedünk, de akár csak egy picit is végig gondoljuk az életünket, akkor, akkor e, szóval nem szoktunk választani, vagy nem kéne választanunk, vagy nem, 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 jellemző, hogy választunk, mert az életünk folyik. Tudunk beszélni a nagymamánkkal, és attól még belépünk a gimibe, vagy az egyetemre, vagy a munkahelyünkre, és egy picit másképp használva az anyanyelvünket, vagy egy választott nyelvet, a kollégáinkkal is ugyanúgy megtaláljuk a hangot. Amikor elolvasunk egy Jókai könyvet, vagy egy Mixát könyvet, vagy egy Bródi Sándor könyvet, remélem sokan olvasnak Bródi Sándort, nagyon-nagyon szeretem, vagy egy Karinti Frigyes, maradjunk a témámnál, attól még ez az nem azt jelenti, hogy én nem olvasok el egy Regős Mátyás könyvet, vagy egy Ugi Szabinát, vagy egy Jankula urát, vagy egy Simon Mártont. Tehát az életben azt gondolom, hogy felesleges azt hinni, hogy választanunk kell, mert talán a teljesség, amire Vörös Sándor olyan sokszor utal, vagy az én igazi nagy tanítóink, az abból adódik, hogyha mindent be tudunk engedni, és mint a kis mozaikokból, így összerakjuk a saját létezésünknek a, a törvényeit, vagy a kereteit, vagy más másképp áll össze, hogy őt mi fogja meg egy Kosztolani dezsőbe, egy nemes Nagy ágnesbe, majd beszélünk róla, Pidénszki Jánosba, vagy akár egy mai mai kortárs szerzőbe. És ugyanígy azt gondolom, hogy, hogy mindennel üzenünk, és ennek nagyon-nagyon fontos szerepe is van, azzal, hogy hogy beszélünk, hogy gesztikulálunk, hogy öltözünk, mennyire tudjuk meghallgatni a másikat, vagy ha leülünk, akkor csak magunkról beszélünk, csak arra vagyunk képesek, hogy a másik elkezd de rögtön beleszólunk, hogy jaj, de én amikor ugye ezt csináltam. Szóval nagyon sok részből áll össze szerintem az, hogy hogy mondjuk egy közönséggel, ami az én munkám lett, hogy tartja az emberek kapcsolatot, vagy mit szeretne továbbadni, de az én mottom valóban ez, hogy nem kell választani aközött, hogy mondjuk klasszikus irodalom, vagy kortárs irodalom, hogy most egy divat bemutatón beszélgetünk, vagy az Annabálon visszük az irodalom üzenetét, és elmeséljük, hogy ki mindenki vett részt az Annabálon, vagy ugyanezt tesszük egy egyetemi előadóterembe, vagy nem olyan rég jártam a Székelyföldön, és legendás, kultikus líceumokba eljutottam, olyan kápolnákba tarthattam irodalmórát, hogy az ember tényleg elsírta magát a gyönyörűségtől. Majd este bementünk a csiki moziba, és, és egy, egy szuper kortárs környezetben Sárik Péterrel zongorázva énekeltük az Szóval Nem kell választani ez a szép az egészben, hanem kíváncsinak kell lenni egymásra, meg a kultúrára, és abból fogjuk tudni a saját univerzumunkat megteremteni. Te irodalmárok között nőttél fel. Igen. Te ott voltál a, a legfelsőbb értelmiségiek között pici gyermekkorod óta. És sokszor azt gondolom, hogy azoknak az embereknek, akik ilyen közegből jönnek, sokkal nehezebb bebizonyítaniuk azt, hogy igenis alkalmas vagyok, hiteles vagyok, higgyétek el, hogy engem ez tényleg érdekel. Én azt gondolom, hogy van, akivel ez nem egy, nem egy nehéz dolog. A közönség szempontjából azt gondolom, hogy nem, nem nehéz dolog, mert. mert, mert mert akkor hiteles valaki, ha látják benne azt a tüzet, amit nem lehet oda hazudni, nem lehet, lehet becsapni az embereket szerintem. Nagyon sokszor mondják azt, hogy mennyire hamis mondjuk egy közösségi oldal, szerintem nagyon egyszerűen lehet olvasni abból, hogy ki hogy kommunikál, és ki mit kommunikál, és ki hova céloz, hogyha igazán figyelünk, hogyha, hogyha van egy kis tapasztalatunk az emberek területén. Szerintem az igazi lelkesedést, ezt nem lehet elhazudni, ami nehézség, az, az, a váltás volt, tehát valakinek a lányának lenni, ráadásul úgy, hogy én erre büszke vagyok, és én ebből táplálkozom, és én ezt bőven szeretném még a következő generációknak továbbadni, mert csodálatos az örökség. Tehát ez nem valami, amit eldugok, hanem ez valami, amit tolok előre. Ez önmagában egy fontos dolog, de emellé oda tenni, hogy igazából én az vagyok, aki ezt tolja előre, plusz aki újféleképpen szeretne megfogalmazni dolgokat, és mondjuk a régi könyvbe mutatókat kinyitni, és úgymond esteket létrehozni, ami nem könyvbe mutató. Tehát ma már aki mondjuk most nézi ezt a műsort, neki ez lehet, hogy nem annyira újdonság, mert, mert az elmúlt tíz évben ez már egy, egy új műfaj lett, de amikor én elkezdtem, akkor még nem volt az. Tehát akkor azt kellett kitalálni, hogy hogy lesz valami élményközpontú. És itt megint ugye ott van egy kettősség, amiből azt gondolom, hogy nem kéne választani, de sokan azt gondolják, hogy kell, hogy lehet magas kulturális minőséget is fogyaszthatóan. Nekem ez volt a kulcs, amit én a saját példámon láttam kiskoromban, Néztem édesapámat, néztem a barátait, és azt hiszem, hogy mikor unatkozom, mikor nem unatkozom, mikor érint meg. Tehát önmagában a, a váltásnál azt kellett megértenie az embereknek, hogy nekem van egy olyan hátterem, egy olyan pedigrém, ami, ami tényleg van, fel tudom hívni Eszterházi Pétert, fel tudom hívni Spirógyörgyöt, Györgyöt, fel tudok hívni ö, olyan szerzőket, olyan képzőművészeket, építészeket, Kányadi Sándortól, Finta Józsefig, aki másnak talán kevésbé elérhető, de utána nekem ott bizonyítani kell. Csányi Vilmosra emlékszem, nagyon izgultam az első beszélgetést, mert ő tényleg a pótapukám, a mai napig nagyon-nagyon szeretem, de hát más az, hogyha az ő irodalmi munkájáról beszélgetünk, és más az, hogy hogyha a nappaliában a halakról, az állatokról, a biokémiáról, a természetről. De inkább talán az a nehéz, hogy, és mindig ugyanide tudok visszakanyarodni, hogy az elfogadás, hogy amikor elkezdesz látszódni, akkor azok a az ellendrukkerek, akik talán kevesebbet tesznek az életben, viszont zavarja őket ott, ahol vagy rögtön azt mondják, hogy ő csak az édesapja miatt, ja, hát neki könnyű. És inkább ez a nehéz, hogy hogy, 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 hogy lehetne talán egy olyan társadalmat Ö, nem tudom, építenünk együtt, amiben ez az előbb említett kíváncsiság van benne, és a másik elismerése, hogy amikor valaki kiáll a kör középére, akkor nem lelőjük, hanem megtapsoljuk. Amikor valaki eredményeket ér el, amikor látod a másik emberbe, hogy ő ezt szívvel csinálja, de lehet, hogy te másba vagy jó, akkor te elismered. És inkább itt ez a kérdés, hogy, hogy nem az édesapám kortársaival vannak vagy volt esetleg ö, ö, nehézségem, hanem, ö, hanem, a szakmába, amikor, amikor ö, próbáltak egy mondattal elintézni, hogy jaj, hát ő az apjából él, de hát erről nincsen szó, egyébként boldogan nem belőle, hanem érte. Tehát nem az apjából élek, hanem az apám ért, és azt viszont szívesen vállalom, mert hát ez egy csodálatos ö, feladat, de, de emellett még rengeteg minden van, ami szintén belőle fakad, például ez a, ez a fajta tanítása az embereknek, ami nekem misszióm, és, és én azt gondolom, hogy, 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 ezt a kíváncsiságot kell valahogy, valahogy egymás iránt megteremtenünk, és akkor, akkor, akkor mindenkinek valahogy meg lenne a helye egy olyan rendszerben, amit együtt építünk az olvasásért. Te tulajdonképpen, és most nagyon csúnyát fogok mondani, népnevelsz? A népnevelés az jó, apukám is mindig ezt mondta, hogy, hogy én biztos hogy egy ilyen népnevelő leszek, amikor még megélte ugye, az irodalmi szalonnak a, a kávéházbeli indulását, és sok este vett részt. Én valahol ezt szeretem meg, ez egy megtisztelő dolog, én ugye bölcsész voltam, és magyar szakos, tehát nekem az irodalom az mindig nagyon fontos volt, de még azért akkor nem volt annyira fix, hogy, hogy mi lesz a, a pályám. A tanítás most az elmúlt két évben elég sok rendhagyó irodalomórát tartottam, vagy már három év is van. Annyira a Covid miatt összemosodik az idő, és most így nem igazán tudom, 18 vagy 19-be kezdtem, most már az több, mint három év. És uh, még a, a, a nagyon nagy zárás előtt uh, több száz iskola tudott eljönni hozzám, uh, különböző kávéházakba, és uh, én is jártam vidékre, vagy most ugye Székelyföldön, külföldön is voltam. Itt nagyon nagy tapasztalat, hogy ugye én nem pótolok egy irodalomtanárt, hanem én, Kiegészíteni tudom, és az olvasás mienségére felhívni a figyelmet. És ebben valóban én mindig abba erősítem meg a diákokat, vagy a tanárokat, hogy valahogy azt kell megtanulni abban az iszonyú nehéz feladatban, hogy monotonul van, aki húsz éve ugyanazt a tananyagot adja le változó diákoknak, és teljesen más ma egy osztályösszetétele, mint 20 éve. És nem csak azért, mert az asztalat mindenki nyomogatja és húzogatja a másikat jobbra vagy balra a közösségi alkalmazásaiban, hanem, hanem azért, mert megváltozott a szöveghez a viszonyunk. Tehát ha belegondolsz, hogy hogy élsz egy sms hogy hogy posztolsz, hogy emojikkal kommunikálsz, egyszerűen teljesen más egy mai fiatalnak a viszonya ahhoz, hogy hogy fejezi ki magát, hogy mennyire választékosan beszél, hogy mennyire artikulál, és mire kíváncsi egy szövegbe, türelmetlenebbek az emberek. Hát ki az, akinek kedve van egy 6-800 oldalas Anna annak elolvasni, vagy egy háború békét, vagy egy karamazov testvéreket, amikor annak a google ba megtalálja a kivonatát, és végig megy a cselekményen. Csak ugye egy könyv nem a cselekmény, hanem a nyelv, a történetmesélés, a tájleírás, amin aztán mindenki átugrik, hogy a Osztroba-szigeten amikor kiköti Timár Mihály, és már lapozod is. Pedig, és erről nemrég a Teden tartottam egy előadást, tehát hol van ez a látvány? Hol van az, amit Jókai Mor látott? Hol van az, amit Petőfi Sándor leírt? Hol vannak ezek a fák, ezek a bokrok? Mert ez ugyanarról szól, Igen. hogy meg tudjuk őrizni, hogy megvannak még ezek, vagy nem figyelünk a környezetünkre. A nyelvet tudjuk használni. És amikor mondjuk egy rendhagyi irodalmórát tartok, Nemes Nagy Ágnesről, Pilinszkiről, Tamásiról, Petőfi Sándorról, Arany Jánosról, akár mondjuk, tehát akkor klasszikusabb szerzőkről, akkor mindig valonnan innen kezdem el, hogy, hogy, nézzük meg, hogy mit akart ő akkor kifejezni, mert nagyon sok modernség van Petőfiben és csak fel kell fedezni. És egy picit menjünk közelebb, hogy ha elkezdünk elemezni egy verset, akkor rájövünk, hogy egy 300 évvel ezelőtt élt ember, egy 200 évvel ezelőtt, egy 100 évvel ezelőtt, és egy mostani embernek az alaphelyzetei és kérdései ugyanazok. Pilinszky ugyanúgy küzdött a magánnyal, küzdött a történelemmel, a bezártsággal, saját magával, az érzelmekkel, a szerelemmel, mint egy mai kamasz. Tehát igazából szerintem itt az a kérdés, hogy fel tudjuk-e hívni a figyelmet arra, hogy az olvasás, az ne, régen nem az a principium, hogy majd amikor öreg leszek, elolvasom. Uh -huh. Az olvasás, az az, 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 az életünk. És ezt ki kell valahogy szabadítani az iskolába. szoktam mondani, hogy nem egy tantárgy az irodalom. És tényleg nem az, hanem, hanem mindent meghatároz, hogy, 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 miként tudunk egymással viselkedni, és erre, erre, nem lehet sajnálni az időt, vagy kár, ha valaki erre sajnálja az időt, és én, én nagyon hiszem azt, hogy, hogy újból jönnek vissza az én nagyon online világból ezek az úgymond offline együttlétek, tartalmak, beszélgetések, és, és szerintem megint teret fog hódítani az, hogy, hogy menő, műveltnek lenni, olvasottnak lenni, könyvekről beszélgetni, és szerintem ezt nagyon szépen vissza lehet hozni, és minél több ilyen irodalomúra, minél több írót hallgatnak, minél több olyan lehetőség van, ahol könyvekről van szó, azt szerintem hozzásegíti a fiatalokat is ehhez. Van úgy, hogy félre nyúlsz egyébként? Van olyan eset? Alapvetően, ahogy mondtam, én tényleg kíváncsi vagyok, és nagyon széles a spektrum, amit bemutatok. Uh -huh. Tehát van tavaly könyvajálom a szorongásról, egy, egy pszichológiai könyvet ajánlottam, de hát rengeteg kortárs irodalom, fiatal szerzők, akár elsőkötetesek, és klasszikus művek, és újrakiadások. Nyilván nálam egyre erősebb az úgymond. Fédi meddig klasszikus magyar irodalomnak a bemutatása, de nekem klasszikusnak szemét már édesapám is, tehát a közelkortás irodalom is, és a, a mai kortás irodalom. Én azt látom, hogy nagyon sok fogodszkodók kell az embereknek, Szoktam azért világirodalmat is javasolni, vagy ami, ami nekem is belefér, az én időm is véges, nyilvánvalóan ugye dolgozom, és ez mindig ilyen fura, mert ahhoz azért, tehát ahhoz, hogy ez a rengeteg esemény megtörténjen, ahhoz marketing munka kell, szervezési munka kell, stb. stb. De hát a tartalom, amikor felülkedsz színpadra, azt te is tudod, ez úgy van, hogy az ember megtanulja, elolvas hozzá több ezer oldalt, és csak akkor tud kérdezni. Tehát erre is kell időt szánni egy három éves kislány mellett. Én ahogy nézlek, Ámulok. Tehát tényleg csodálom azt, hogy honnan van ennyi energiát, vagy ho hogy, hogy, te két órát alszol egy nap, vagy hogy ezt így hogy lehet? Hát én néha beülök az ágyba, egyébként nem tudom, ezzel sokat gondolkoztam, és, és így emlékszem, visszaolvastam valamelyik interjúmat nem olyan régen, kerestem egy idézetet, és abba úgy szíven ütött, ahogy így mondtam, hogy, hogy én, én nem tudom, hogy meddig élek, és lehet, hogy azért élek ilyen sűrűn. Jaj. És hogy ebben ebbe semmi, semmi ilyen végetesség nincs, mondjuk nálunk, ugye édesapám költészetében az élet és a halál, ahogy Pilinszki is mondja, lehetetlen nem egyben látni. Szerintem nagyon fontos az, hogy, hogy, hogy édesapám nagyon sokat beszélgetett velünk az élet minden fázisáról. Neki nagyon fontos volt, ő írt is erről, hogy hogy életének egyik legfontosabb pillanata a halálának pillanata lesz, hogy hogy fog tudni átmenni abba a másik dimenzióba, amit nem ismerünk. És én azt gondolom, hogy ebből, ami rám érvényes, az az, hogy annyi, egy idős ember mellett nőttem föl, a legjobb barátaim az ő barátai voltak, rengeteg mindenki már nem él, de akár tavaly temettük el Konok Tamást. Petrovicsem, én sorolhatnám azokat az embereket, akikhez én kötődöm, és akikkel leveleztem, akik az első szerelmeimről hallották a történeteket. Tehát nekem nagyon közel volt mindig az, hogy olyan tehetséges emberek voltak a példaképeim, akik egy percet se pazaroltak el az életükből, nagyon cselekvő életet éltek, és nagyon sokat teremtettek ezáltal és nekem nagyon fontos az, hogy én se tudom, honnan van ennyi energiám. Tudom, hogy nagyon, hogy nagyon sokszor azért vagyok lépéselőnyben, akár egy szakmán belül, és ez nem verseny, hanem egyszerűen a teljesítménynek a, a, a láttamozása, mert nagyon sokat dolgozom. A férjem például az első olyan férfi az életemben, akit ez nem zavar, hanem ő jön velem, ő is nagyon hatékony a saját munkájában, és nagyon sok együtt is csinálunk. És ő érti ezt, hogy ez egy a kultúra közelébe lenni számomra, aki nem úgy vagyok alkotó, mint az édesapám, vagy mint egy színész, vagy mint egy, egy táncművész, vagy egy költő, hanem én mások munkáját mutatom be. Én ebbe a misszióba hiszek, de ez egy nagyon cselekvő élet, és, és ők értik azt, hogy számomra ez nem egy munka. Tehát én nem tudok ebből kikapcsolni, mert mert ez egy folyamat, ami, ami ugyanolyan fontos, mint a családom, hogy mit kezdek azzal az idővel addig, amíg élek. Én azt szeretem, hogy a minden egyes percem úgy van beosztva, hogy azzal valamit valaki másnak tudok adni. Sokat emlegeted a családodat, jól érzem akkor ezek szerint, hogy ez az egyik legközpontibb kérdés az életedben, ugye? Igen, nagyon-nagyon szeretem őket, mint, mint vagy bízunk benne, mint a legtöbben a saját családjukat. Ez egy választott dolog, ugye, hogy kivel vagy, és hogy, hogy abba, abba lesz egy ilyen áldás. Mi megkaptuk ezt az áldást a férjemmel, a, a kisányunkat. És hát hihetetlen nagy dolog ezt a két dolgot egyszerre megélni. Tehát a, a munkában azt, hogy hogy emberek életére vagy hatással és olvasóvá őket nevelni, és ezzel az örökségedet viszed tovább. És itt az új élet, az új remény, az új lehetőség. Aki, aki, önmagában, nyilván én is elfogott vagyok, mint mindenki, természetesen tökéletes a kisányom, de, de hogy tényleg uh, csodálatosan uh, együtt gondolkodik másokkal, uh, fejlődik, és, és, minden pillanatát öröm nézni. Inkább az idő az a szűk keresztmetszet, ami, ami, ami a legnagyobb harc az életemben, hogy hogy, hogy osszam be. De, 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 azért azt hiszem, hogy elég jól jövünk ki, tehát, hogy nagyon sok mindenben részt vesz a kisányom, és azért most már, uh, hát három és Fél éves, nem sokára négy éves lesz, tehát most már azért a nyári fellépésekre, munkákra az erő is fog jönni velünk, bár mondjuk négy éves ott volt az Annabálon, csak akkor még hat volt, és feküdt a gyágyba, de szóval ő része, része az életünknek, és nagyon uh, szeretem be bekapcsolódni, úgyhogy uh, én bízom benne, hogy ő is ebbe a sűrűségbe felnőve érteni fogja, hogy a fókusz neki is hol legyen, hogy mi az, ami, amiben ő neki szabad döntése lesz természetesen, mint mindannyiunknak, hogy mit kezdünk az életünkkel, de talán, ha azt látja, hogy ez egy olyan elégedettséget tud adni az életünkben, amit uh, amivel nem vagyunk másnak kiszolgáltatva, ami, ami, mindig a milyen tud lenni, hogy mit olvasunk el, és hogy, hogy viselkedünk a másik emberhez, ez az ő bármerre is vissza az útja, ez az ő útját is meg tudja majd alapozni. Ami szerintem irigylésre méltó, az tényleg az, amit már mondtál, hogy a férjed mindebben teljes mértékig biztosít a támogatásáról. Mi több, ha kell, Együtt utaztok Székelyföldre. Így együtt utazunk, és együtt forgatunk, és együtt találunk ki dolgokat, és együtt, hát most a napokban van ugye a premierje a Fritzi Aranka filmünknek, ami az első olyan tévéfilm, amiben ő annyiszor hallotta a számból ugye a kávéházakat, a történelmi kávéházakat, az irodalmi eszcseimet, ami részt vett mind a hadikban, mind a New Yorkban, mind a centrálban. Értette, hogy nekem dolgom van a karinti családdal, és nagyon fontosak számomra ezek a szereplők, a századforduló hogy ő dobta föl az ötletet, hogy miért nem csinálunk egy tévéfilmet. Én korábban soha nem gondolkoztam se videós sorozatban, ez is mind a férjemnek köszönhető, azóta vannak videós sorozataim, se filmben, se dokumentumfilmben. Ott is már többet készítettünk, tehát hogy annyira ö, érdekes, ahogy össze tud találkozni két világ, és ez is egy ilyen nagyon áldásos ö, pont, mert ö, mert az is valóság, amikor valaki azt mondja, hogy csak ne legyünk most már együtt, mert mindent együtt csinálunk. Én meg örülök, hogy csak legyünk együtt, mert annyira klassz, hogy mindent együtt csinálunk, és nem tud elég lenni. Tehát, hogy bármikor dolgozunk, együtt hazajövünk, együtt vagyunk, akkor is, tehát, hogy kevés idő telik el egymás nélkül. Anyukám mindig azt mondta, hogy nekem csak úgy lesz párom, ha valaki egyszer belép valamelyik estemre. A férjem pontosan így történt: a New york kvh lépett be az életembe 16-ban, és azóta vagyunk együtt. Tehát valahogy én is érzem azt, hogy, hogy nagyon sok szerencsés pontja van az életemnek, amivel aztán élni kell tudni, de nagyon sok olyan pont van, ami, ami, ami ebben az áldásban van. De természetesen ez mindig úgy van, és ezt, ezt biztosan nézők is tudják, hogy hogy. hogy megint a fókusz, jó, ha erre tesszük a fókuszt. Szerintem jó, ha átadjuk a szép pillanatainkat a másiknak, ha az igazi. Azt lehet látni, hogy az igazi. Én örömmel megmutatom a kisanyomat, én is úgy nőttem, fel, hogy előbb volt a tesomról, meg rólam az élet és irodalomba cikk, mint hogy megszülettünk volna. Tehát én ezt hozzászoktam, és és ebben szerintem semmi rossz nincsen, hogyha valaki büszke a családjára, ha az valóban így van, és egy olyan koherens életnek a része, ami bennek helye van, és ez nem egy magamutogatás. De természetesen nagyon sok nehézség is volt, és ezt is talán ezzel lehet túlélni. Nekem mindig a könyv volt a támaszom, és talán ezért is tudom ilyen hitelesen mondani, hogy, hogy mindenhonnan ki tudja húzni az embert a könyv, ahogy nagyon sok szép élményt tud megerősíteni. De, de a legnehezebb helyzetekben is az ember nem érzi magát egyedül, hogyha tud hová nyúlni, hogyha tud mit elolvasni, és férjemmel is így volt, én azt gondolom, hogy a, 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 gyerek életében is nagyon szépen bekapcsolódott, szóval, hogy, hogy, hogy ez így nagyon-nagyon körbeért, és, és pont ugye abban a pillanatban találkoztunk Attilával, amikor mind a ketten veszteséget éltünk át, könyvek kapcsán találkoztunk, könyvekből indult a kapcsolatunk és ezeket a veszteségeinket, amik különböző veszteségek voltak, ezeket így az egymásba vetett hit, az irodalom, ami, ami mentén elindultunk, ez nagyon-nagyon szépen fel tudta építeni, és így már egy ilyen nagyon, nagyon szép közös világot teremtettünk. Időközben megérkezett hozzánk ugyanis Mimi, Anna kislánya. <laughs> és ahogy Anna ezt már előrevetítette, Mimi nem szégyenlős. Nem, nem. Úgyhogy Mimi most azt mondta nekem, hogy elénekelnek nekünk egy dalt az anyukájával, igaz ez? Mimi. Hm? Mi? Eléneklünk? Uh -huh. Na, Na, kezdette? Uh -huh. te. Én? Én? Egymás után? Nem azt. Hát? Ö -ö a másik dalt. Na miért? A Csak másik Ágina. Szivár... Melyik A másik szivárványos éneket. A másik szivárványos? A de ősz rendesen, Cica? Uh -huh. Na, így ülj, és akkor mondjad a dalt. Én nem merem. Ja, mégse? Jó van, addig kérdezek valamit a Frici és Rendben. Hogy ez így volt, hogy mondta, mondta a férjed, hogy akkor Anna belevágunk, és akkor Juhász Anna nem késett, és neki látott ennek az egésznek. Nyaraltunk, és hát ilyenkor senki nem unatkozik, úgyhogy a férjem a napozás közben a különböző ilyen online oldalakat nézte, és talált egy pályázatot ami kapcsán lehetőség adódott televíziós produkcióknak az előkészítésére, és hát ebből, ettől teljesen lázba égett, és mondta, hogy miért nem írod meg a Fricé és Aranka történetét, amit annyira régóta dolgozol föl különböző kávéházi esteken, úgyhogy nekem a gépemben volt már nagyon sok minden előkészítve, pár napunk volt a beadásra, és, és szerencsére mindenkit el tudtunk érni, ugye a jogörököst, Karinti dédunokáját, Karinti aki ott nyaralt velünk, mert hogy ez egy olyan Magyar Tudományos Akadémiai üdülő, ahol ő is megörökölte az üdülési jogot, ugye, édesapjától, Karinti Mártontól. Úgyhogy együtt voltunk, kitaláltuk, megtaláltuk azt a forgatókönyvírót, aki szintén jártas volt a Karinti család történetében, az irodalmi szakértőt, Fráter Zoltánt, és nagyon szépen összeállt minden. Tehát én, én azt éreztem, hogy szinte lehetetlenség, hogy ebbe a dimenzióba is nekem adódik egy ilyen esély egy ilyen mérföldkő, hogy, hogy a karintékről tudjak beszélni, és főképpen a rankáról, akivel én már régóta foglalkoztam, és nagyon szerettem azt, hogy hogy, hogy a rankának a személyisége előtérbe tud kerülni, és nem azokat a sztereotípiákat le tudjuk majd bontani ebben a filmben, ami hozzá kapcsolódik. Szóval minden elég jól összeállt, ez nyáron volt, márciusban forgattunk, most ezt a Fél belül ti már ott Igen. voltatok, hogy, hogy Igen a dolog, helyszínek meg voltak. Igen. Tehát azért annak, aki nem tudja, esetleg annak azért ezt elmondhatjuk. Ez egy nagyon nagy, ez munka, nagyon munka, volt, nagy munka. És azt uh, nagyon fontos majd tudni, hát látod a premiéren, hogy uh, mi a maximumot kihozzuk kommunikációból. Uh, több mint tíz napot forgattunk, de tehát mi 100 millió forintot kaptunk, ami egy tévéfilmnek is a töredéke. Tehát ez egy nagyon kevés uh, pénzből készült televíziós alkotás, de valami olyasmi is volt a célom, hogy én nem azt nézem, hogy mi nincs hanem az, hogy mi van. Megint, és, megint uh, igen. itt van ez a világnézet. És uh, és nekem nagyon-nagyon fontos volt, hogyha ennyink van, akkor ebből a maximumot hozzuk ki, ami nincs a filmben, azok a külsők, nagy utca jelenetek, hát erre nem volt pénz, de ezt is pótoltuk archívokkal, úgyhogy majd lehet látni, hogy ez egy tévéfilm, amit moziba is vetítünk, filmklubszerűen, uh, vidékre is visszük már, el, és sok meghívásunk van, de a célunk az, hogy egy nagyon vállalható, nagyon szép, egyébként mondom, sok napig forgatott, nagyon szép díszetek közt, szuperszínészekkel forgatott filmben, az irodalomra felhívjuk a figyelmet. Mondjuk el akkor már ennél a pontnál, hogy kik a főszereplők. El lehet ezt, hát mert el lehet, mert mindenki tudja, igen, ugye? Igen, igen. Bölkény Balázs a főszereplő, ő most nem olyan régóta a társulatának a tagja. Cserhami osztályban végzett egy nagyon tehetséges fiatal színész. Én nagyon szerettem az arcát, nagyon emlékeztet szerintem Karinti Frigyesre, és egy fantasztikus tehetség. Szakács Hajnalka Aranka, hát nekem ez volt az érzékeny pontom, hogy, hogy igazából ki lesz majd az a lány, aki, aki ezt a nagyon szenvedélyes, nagyon vad, és közben törékeny, és a sorsa idővel viaszkodó ö, hölgyet meg tudja mutatni. mi kell? Tudod, hogy mi most meg itt interjúzunk? Ezt majd biztos vicces lesz visszanézni. Főleg néhány év múlva. Az biztos, de vállalom. Ö, és amikor a castingon megláttuk, ami, mindjárt rád is figyelünk. Amikor és a mindjárt kasztingon... kérdezünk ott Igen. is, olyat is már is, egy pillanat. Amikor megláttuk castingon hajnit, akkor nem volt több kérdés. Tehát egyértelmű volt, hogy ő a ranka, és ezt is majd csak ezt a hogy mindenki meg fogja látni a filmbe. Tehát olyan tökéletesen hozza azt a nőt, aki ha belép a szobába, ott nincs miről beszélni. Mert hogy ez volt Arankának az, az ereje és a hátránya is. Ezért támadták, mert egy olyan nő volt, aki az igazi fanfatál. Úgyhogy az ő életüket, ők a főszereplők, de játszik benne Eke Angéla, Erdély Timia, Balázs Andi, Páder Petra, Hajdu Tibor, Lázár Balázs, rengetegen, és hát az említett Karin Tilány is. A Sütő András. Sütő András, Déri Tibor, alakítja Marton Róbert, pedig Német Andort, ők ugye kulcs szereplők volt a századfordulós irodalmi életben, meg hát Aranka életében is, ma, a német Andor, a béka, aki az úgymond kávéház életet szervezte, úgyhogy nagyon-nagyon sok tehetség van, aki tudja, nézze majd meg, nem sokára tévében is lesz. És akkor lesz valami nóta? Énekenünk valamit, Mimi? Van kedved énekelni most már az Áginak? Aha, Na. a Te kezded el, és onnan átveszem. Oda elbújhatsz. Ott elbújsz, és onnan hallgatom. Becsukom a szememet, és mit szólsz? Rózsa, rózsa, rengeteg, lányok lepkék fellegek, lányok lepkék fellegek, csak az Isten érti meg. Minden állat most nem ér, nem néz aztán ellebek, nem néz aztán ellebek, csak az Isten érti meg. Hát mi mindjárt, nagyon ügyes, Mimi. hogy itt is elének itt lehet. De ügyes, hogy még egyszer. Rózsa, rózsa, rengeteg. Ne bújjál, De tud hát nem látja az ágét. Nagyon szép volt. Én meghatódtam. Nagyon Köszönjük szép volt. Köszönjük, Mimina. Még egy picit, akkor beszélgetek az Ágival. Hát jöjjön az, amiről még nem beszéltem ilyen nyíltan én sem a Kultúrreceptben. És amikor ez az egész történet elindult, akkor csak ilyen álmaink voltak erről, hogy majd talán egyszer sikerül önálló produkciót is létrehoznunk. És, és látod, hogy működik a világ. Úgy látszik, hogy a fókusz nálam is jó helyre került, mert egyszer csak jött egy megkeresés a részedről, tulajdonképpen. Igen. Eredetileg te, Dobri Danit ő, kerested meg ezzel, aki a az egy másik róma uh -huh. című darab szerzője, és ez már létezett. Ez a, ez a tulajdonképpen kamaraopera prózával megtűzdett kamara opera. Kamara opera de, de most határoztuk el mi magunk azt, hogy ebből legyen egy előadás, rendezőt is felkértünk hozzá, és a kultúrecept produkció erre vállalkozott. Ez így önmagában volt. Aztán jöttél te és akkor azt mondtad, hogy álmodjunk még nagyobbat. A Másik Róma ö, ö, ugye kapcsolódik Nemes nagy Ágneshez, Lengyel Baláshoz, Pidinszki Jánoshoz, Rómához, a 47-48-as nagyon-nagyon legendás és nagyon fontos hónapokig tartó ösztöndíjhoz, amiben ö, számos szerző, képzőművész, író, ugye Kardos Tibor, a Római Magyar Akadémia igazgatójának a meghívására vett részt. Önmagában már ez nagy dolog volt, azért egy vesztes háború után vagyunk, amikor ezek az emberek 47 karácsonyán megérkeznek Rómába, és szintén ne azt a Rómát képzeljük, azt a csillogó ö, ö, boltokkal teli ö, ünnepelt Rómát, amit ma látunk 2022-ben, ha kimegyünk, hanem egy, egy lerombolt, egy, egy szürkébb, de mégis élettel teli Rómát, ami, ahogy írja Lengyel Balázs, a, a szabadság volt szám, számukra, a kiszabadulás, a, egy tetőpont élmény, talán ezt írja a két Rómában. A Dani nekem egy, egy szalónestemen volt vendég, ahol Bereményi Géza volt a vendég. És ugye itt nagyon szépen összeért a kettő, mert a Dani így van, bekerült a fókuszomba Bereményi Géza által, a zene által, és aztán később, most én is visszalapoztam a levelezésünket, mert ugye megint nem a történet marad meg, hanem egy érzés, akár egy könyvhöz, egy emberhez kapcsolódóan. És a Dani Rómába is bekapcsolódott, és nem csak azért, mert a közösségi oda hányszor posztolt, hanem volt nekünk összeérésünk is, többek között tőlem nem kérte el, kerek Kerekverának az elérhetőségét, aki Lengyel Balázs második felesége, Nemes a Ágnes jogörököse. És amikor a tavalyi Pidinszki év után elhatároztam, hogy, hogy ennek a ennek a kivételes asszonynak a, az életművét fogom a, az emberek elé tárni, tehát Nemes Nagy Ág, itt van egy jó kis kép, Nemes Nagy Ágnest fogom, akkor, akkor úgy gondoltam, hogy azon a bevált receptem megyek tovább, hogy legyenek utazások, olyan utazások, amiben, amiben behívjuk a közönséget, magyarán vagy azért, mert videón végig követik, mint egy karaván, mint egy utazás, ahol nézik a szereplőket, élő bejelentkezéseink vannak, összefoglaló videós anyagaink, azért akár úgy, hogy ott részt vesznek, mondjuk a Rómába élő magyarok vagy külföldiek, üm, nyilván szinkrontolmány segítségével élvezik ezeket az előadásokat, akár azért, mert, mert az utazással mi szervezők, és talán a mai picit globalizáltabb, felgyorsultabb világból időt és fókuszt és csöndet tudunk adni ezeknek a szerzőknek. Egy, egy évig, ha beszélünk valakiről, akkor az nem csak abból zajlik, hogy minden, éve felül, minden nap felütöm ezt a könyvet és egy másik verset idézek, mondjuk most pont a januárnál nyílt ki. Egy, egy éves anyag arról is szól, hogy hányféleképpen tudjuk megmutatni azt a bizonyos életművet. Egy-egy ilyen utazás egy egészen más szemszögből világít meg egy életművet, mondjuk itt most pont az amerikai naplóban ugye ájova és a többi helyszín 79, de hogy nagyon sok mindent tudunk meg. Úgyhogy egyetemi volt, hogy megyünk Rómába, és a fejembe volt a Daninak ez az előadása, amiről én csak hallottam, és azt gondoltam, hogy ha valami ö, autentikus az irodalmi beszélgetések mellett, és természetesen készülünk arra, hogy új számok és új dalok, akár popslágerek is szülessenek egy-egy Nemes Nagy Ágnes versből, de ha valami autentikus, akkor az az, hogyha ennek a két embernek a történetét, akár ebből a műből kiindulva, akár az ő római élményeikhez kapcsolódva, vagy ilyen kortás szemmel megmutatjuk, úgyhogy ezzel kerestem magad, a én örülök, hogy így összeértek ezek a szállak, és most egy egészen új dolgot tudunk bemutatni Rómában, március végén, és hát nem csak Rómában, hanem a terveink szerint Nápolyban is, oda is van meghívásunk, pont most szervezem a helyszínt, Úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy gyönyörűen elkészítjük a szövegkönyvet, lefordítjuk a szövegkönyvet, gyönyörű helyszíneken ö, át tudjuk adni azt a közönségnek azt a tetőpont élményt, azt a szabadság élményt, amire ma egy ilyen nagyon erős covidos időszak után is nagyon sokaknak szüksége van. Más jelent a háború, más jelent egy vírus. A bezártsághoz, a kényszerű bezártsághoz, a, a szabad akarathoz való gondolataink, viszont azt gondolom, hogy évtizedek múlva se változnak, és és erről beszélni 2022-ben, egy költői centenáriumon, hogy mit jelentett számukra ez a pár hónap, és mit adott, mert vissza-visszatérő volt a tenger, a víz mint téma, a fák mint téma, a Róma mint téma, az utazás mint téma, ez szerintem nagyon izgalmas. Úgyhogy én... Tűkönülök, hogy végre elinduljunk Rómába. Ugye március 20-án indulunk a terveink szerint, és hát várnak minket. Én nagyon-nagyon bízom benne, hogy addig mindent ö, elrendezünk, és egy, egy csodás út áll el előttünk veletek együtt, és én bízom benne, hogy ná nektek is egy nagyon jó élmény lesz. És becsatlakoztak, nem tudom, hogy erről szabad-e már beszélni, de költők is ebbe az egész. Irodalmi karavánba szabad Igen, ezt mondani. ez Igen. is annak a része? Szerintem nevezhetjük annak, és jön velünk Ugi Szabina, jön velünk Tóth Krisztina erre a római utazásra, jön velünk Pál Levente, úgyhogy azt gondolom, hogy több fókuszból fogjuk tudni megmutatni, hogy mit jelent nekünk ma együtt élni Nemes a életművével, és hogy milyen hangokat mozdít meg, nem tudunk rontani, mert, mert nincs olyan, hogy rossz olvasat. Olyan van, hogy melyikünkön mi, miképpen szűrődik el, de azt gondolom, hogy elmenni a kapuci apátságba, ahol Nemes a Ágnes sok időt töltött, és ahol, vagy a trapista apátságba, ahol csokoládét is vett. Elmenni a tengerpartra és megnézni az ő szemével, felkeresni egy nápolyi irodalmi kávéházat, és ott elénekelni, vagy ott eljátszani ezt a darabot nápoi fiataloknak. elmenni, az Egyetemre majd Tóth Krisztinával, aki előadást fog tartani, Nemes Nagy Ágnesről bizony benne, hogy ott lehetünk mi is. Ezek nagyon fontos pontok szerintem abban, hogy, hogy megmutassuk, hogy az irodalom lába az leér a földre, és hogy, és hogy bárhová el tudunk jutni a világ bármelyik pontjára a magyar irodalommal, és ezért jött létre az irodalmi karaván, vagy mondjuk irodalmi kék túra hogy egy olyan térképet tudunk megmutatni, most az első lépéseinél vagyunk, hogy tényleg bárhová el tudunk jutni, mert a magyar irodalom, akármennyire is gondoljuk, hogy zárt nyelv a magyar, vagy ez egy kis nép, de a magyar irodalom mindenhol otthon van, és mi ezeket a kis otthonokat keressük meg. Nagyon szépen köszönöm. Még annyit akkor elárulnék erről az előadásról, hogy a rendező Blaskó Borbála lesz, a zeneszerző továbbra is marad Dobri Dániel, Fellinger Domunkos lesz az én színésztársam ebben, hiszen én magam színészként is részt vehetek ebben a projektben, aminek én nagyon örülök. És Grúzsuzsanna, Kéringer László, Szigeti Karina, és lesz egy meglepetésünk is, majd a Klarinétos. Őt sajnos még nem fedhetem fel előttetek. Az ő kilétét a későbbiek során mindenképpen elmondjuk majd. Nagyon szépen köszönöm, Köszi, hogy Ági. itt lehettem. Köszönöm szépen a beszélgetést, és hogy közösen gondolkozunk. Ne feledkezzetek meg feliratkozni a Youtube csatornánkra, keressetek minket a Facebookon, ott vagyunk az Instagramon, és a Spotifyon is meghallgathatjátok ezt a beszélgetést, hogyha éppen a képanyagra nem marad időtök, de vezetés közben vagy konyhai főzés közben velünk tartanátok. Nagyon szépen köszönöm Juhász annának, hogy itt volt, itt volt velünk, és hogy mi itt lehettünk náluk. Vigyázzatok magatokra. Nem sokára ismét jövünk egy újabb portré műsorral. up 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 dum da da ri na papap do up up do up up